az útvonal a kijelölésénél egyértelmű volt, hogy a bakonyi rengeteget is, ezeket a gyönyörű, végelláthatatlan bükkösöket is szeretnénk megmutatni a táborozóknak. Elsődleges szempont volt a természeti értékek bemutatása. Itt a bakonyi útvonalon ilyenek a szurdokok, vízfolyások, bükkösök, de említhetném akár a gyönyörű szép panorámát nyújtó kiszögelléseket is. A bakonyi útvonalat azt a könnyebb útvonalaink közé sorolnám, így ezt nyugodt szívvel ajánlom azoknak, akik kisebb korosztállyal vagy esetleg nagyobb csoporttal jönnének táborozni. A Bakonyi Vándortábor útvonal nagyjából egy 70 kilométeres szakasz tesz ki. A csoportok első körben Bakonybél településre érkeznek. Itt is van az első két éjszakának a szállása. Majd ezt követően a következő táborhely az Huszárek előpusztán található, tőle 9 kilométerre. Majd az utolsó két éjszaka táborhelye pedig kint az erdő mélyén, úgymond 4 kilométerre Huszárek előpusztától, Hubertlakon található. Kulturális értékeket tekintve Bakonybél már maga egy kulturális értéket jelent. Nagyon régi település, amely 1000 éves jubileumát éli, és a Bencés Monostor is már 1000 éve már megtalálható Bakonybél községben. A Borostyánk út a falutól délre található 1 kilométerre, nagyban kapcsolódik a faluban található Bencés Monostorhoz, hiszen nagy valószínűséggel a Borostyánk út helyén remetéskedett egykoron Szent Günther és Szent Gellért püspök. A Bakonyi útvonal nem csak kulturális, hanem nagyon sok természeti értéket is képvisel. A víz váltja ki a kerteskői szurdokot. A szurdoknak a két oldalán magas sziklafalak nyúlnak fel, amelynek a tetején a pogánykorban nagy valószínűséggel áldozóhelyek voltak. A természeti értékek között több geológiai értéket is találunk, ilyen például az Odvaskői barlang is. Vízvájta barlangról beszélünk, amely jelen állapotában már fokozottan védett barlang, ugyanis legalább 14 féle denevért fajt találtak meg ott. Az útvonalhoz kapcsolódik egy mesterségesen kialakított tó, a Hubertlaki tó, vagy más néven úgy is hívják, hogy Bakony gyilkos tó. Ugyanis nagyon hasonlít az Erdélyben található gyilkostóra. Az útvonalnak a második napja az egy túra a Kőrishegyre. A Kőrishegy az a Bakonynak a legmagasabb pontja, 709 méter magas, és ez a 709 méter magasság fölé nyúlik a Vajda Péter kilátó. A hatodik napon a csapatok a Szárhegyi kilátóhoz vándorolnak. A közelben található Ugot faluhoz kapcsolódik, ugyanis ott található egy vár, és a kilátó formáját tekintve is egy ilyen őrtoronyhoz, egy ilyen várhoz hasonlítható. Az útvonalba építve alternatív program lehetőségeket is kínálunk, legyen az kulturális vagy akár szabadidős. Kulturális programként említeném a Pannon csillagdát. Szabadidős lehetőségeket is kínálunk, mert nem messze van a táborhelytől Pápa városa, hol van úgymond városi strand, vagy aki kevésbé szereti a képített strandokat, nem messze innen Nagytevel községnek van egy strandja, egy víztározó kialakítva. A vándortáborozók az útvonal során több tanösvénye is megismerkedhetnek. Az egyik az a boroszlán tanösvény, amelyet érintenek az Odvaskői barlanghoz menet, valamint a Huszárek előpusztai táborhelyről indul a Hubertlaki erdei tanösvény, amely az erdőgazdasághoz kapcsolódik.
Az erdei vándortábor program Bakonyi útvonalán 3 táborhely található, Bakonybélben, Huszárok előpusztán és Hubertlakon. Itt mindenhol biztosított az étkezés, a szállás és a csomagszállítás lehetősége is. A szálláshelyek vegyesek, van, ahol sátras elszállásolás biztosított, de van, ahol turista házban oldottuk meg a táborozók elszállásolását. Ezen az útvonalon is az esti étkezés az, ami meleg étkezés. A reggeli étkezést is helybe hozzák az erdész kollégák, és a napközbeni ellátást az pedig egy hideg csomaggal biztosítjuk. Az Országos Erdészeti Egyesület a Bakonyi útvonalnál a Bakonyerdő ZRT-t kérte fel partnernek. A bakonybéli erdészek szívvel, lélekkel dolgoznak itt a táborozókért. Mind a 3 táborhelyünk, úgymond közvetlen közelében vannak olyan infrastruktúrája az erdőgazdaságnak, amelyeket jól tudunk hasznosítani. Ez itt Huszárok előpusztán, akár mondhatnám, hogy itt az erdőiskolánk, vadászházunk, itt a konyhánk is, amely ellátja az egész útvonalat. Kint Hubertlakon is van egy turistaházunk, amely ezt rendkívül jól tudja kiszolgálni. A szervezés során nagy hangsúlyt fektetünk a fenntarthatóságra, ugyanis minden vándortáborozó érkezésekor egy kis meglepetést kap, amely tartalmaz egy kulacsot, ugye ezt mindig után lehet tölteni, és így mellőzzük úgymond a pártpalackokat az útvonalról, ezzel is kevesebb hulladékot állítva elő, valamint van egy bászonzsák is, ebbe tudják tárolni az elemózsiájukat, valamint minden táborhelyen szelektív hulladékgyűjtés törekszünk, és arra buzdítjuk a gyerekeket, hogy alkalmazzák is ezzel is csökkentve a saját kis ökológiai lábnyomukat. Minden csoporttól kaptunk egy kis pluszot. Ez akár abban is megnyilvánulhat, hogy voltak olyan csoportjaink, akik zárásként minket is megleptek a tábor részvételért járó oklevéllel. Egy nagyon jó csapatépítő tréning, mert nagyon jól összeszoktatja a különböző korosztályú gyerekeket. Nagyon fontos az, hogy kiragadjuk őket a megszokott komfortzónájukból. Sokan itt ismerkednek meg azzal, hogy milyen az, hogy egy beosztani valamit, vagy megismerkedni a természettel, vagy felfedezni akár egy havasi cincért, hogy rengeteg új élménnyel és tapasztalattal térnek haza.